citromfűolajos mosogatószer, cumis üvegmosó, a nyíregyházi termékek ötletgazdája, pedagógusból lett ügyvezető. Kulcsár Ildikó szerint nagyon hasznos a Made in Nyíregyháza kezdeményezés. Maga a megjelenés az érték. Tehát lehet, hogy ezt most nem lehet forintosítani, de nem minden mérhető pénzben. És ez egy nagyon nagy érték, hogy akár ingyen egy vásárra eljuthat egy vállalkozás. Ezt, hogyha fizetni kellene érte, akkor több százezer forintos kiállítói díjakat kellene fizetni. És nagyon, nagyon komoly és nagyon szakmai itt a gárda, aki ezeket a rendezvényeket szervezik. Gratulálok Ligetfalvi Eszternek, tehát nagyon jól összeszedi a KKV-ket. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a csapat. És egy idő után a vállalkozások már egymásnak is elkezdenek segíteni. Ez azt jelenti, hogy kialakul egy közösség, a legfontosabb és a legerősebb dolog, hogy itt a vállalkozók egymásra találjanak, hasonszörű emberek, hasonló gondolkodással, egymást erősítve, és a Paktum iroda segítségével értéket teremtenek és erősödnek. Nem csak egészségipari, hanem más termékeket is egybegyűjtött a Made in Nyíregyháza kezdeményezés, amelynek már logója is van. Forog az óriáskerék a nyíregyházi főtéren, ez az egyik látványosság a karácsonyi forgatagban, de számos helyi termékkel is találkozhatnak a látogatók. Erre büszke a város polgármestere Kovács Ferenc is. Komoly részeredményeik vannak, de nem ott tartunk még, ahol én szeretnék. De ugye kezdtük azzal, hogy karácsony, akkor legyenek, miért nincs toros káposzta? Miért nincs krumpli lángos? Miért nem lehet forralt csészébe? Miért nem lehet akár olyan teát, amit nagyanyám is szedett, gyógyteát, miért nem lehet ilyeneket csinálni? És meg a kürtös kalács is. Tehát ezekben azért elindultunk, ugye most már van itt egy Made in Nyíregyháza faház is. A polgármester a csütörtöki konferencián azt is mondta, a helyi termékek népszerűsítése a termelőknek és a fogyasztóknak is hasznos. A helyi termék az egyrészt egészségesebb, másrészt van egy gazdasági oldala, mert azokat segíti, akik előállítják, és azért kezd divatba jönni, ezt kell erősíteni, még nagyon sok tartalék van ebben, és ami szintén nekem nagyon-nagyon fontos polgármesteri szemben, ez egy hagyományőrző, és minden, ami hagyományőrző, az identitás erősítő, és minden, ami identitást őrző vagy erősítő, az közösség megtartó és közösség építő. A Made in Nyíregyháza kezdeményezéshez a továbbiakban is várják a helyi termelők jelentkezését. A szolgáltatás ingyenes, csak egy adatlapot kell kitölteni, hangzott el a tanácskozáson.